Sziasztok, Kaszás Bálint vagyok. A versenyzői karrierem 2012-ben kezdődött a SciTech Megatesttel. Az első Megateszt az 2008-ban volt, ahol Dudás Ádám nyerte meg ezt azt a átalakuló versenyt, és én ezt láttam annak idején az újságokban, és eldöntöttem, hogyha jövőben lesz még egy ilyen verseny, akkor mindenképpen szeretnék én is elindulni ezen az átalakuláson. A jelentkezés úgy működött, hogy egy adatlap kitöltése után kellett csinálni 3 egész alakos fényképet magunkról, ez 3 pózt kellett lefényképezni, volt egy alapállás szemből, egy páros biceps, és hogyha jól emlékszem, egy oldal biceps póz. Valamint magamról kellett pár sort, az edzésmúltamról, életvitelemről, vagy valami egyéb érdekességet magamról meg kellett osztani a jelentkezési lapon. Sikerült bejutnom a 150 ember közé, megkaptuk az első időpontot, ahol el kellett menni a stúdióba, ahol megmérték a súlyunkat, készítettek rólunk ebbe a 3 pózba itt is egy-egy fényképet, ami tulajdonképpen az alap kiinduló helyzet, hogy honnan is kezdjük ezt a fajta átalakuló versenyt. A fotózáson sokan kaptunk viszonyos segítséget a pózok beállításával kapcsolatban, ugyanis nem mindegy, hogy az első kiinduló pózokat hogy fényképezik le az illetőkkel. Miután ezzel végeztünk, átvettük a 3 hétre elegendő táplálékkiegészítő csomagunkat, kaptunk egy instrukciós tájékoztató jellegű lapocskát, egy úgynevezett tesztnaplót kellett vezetnünk folyamatosan. A tesztnapló lényege az volt, hogy a gyártó visszajelzést kapjon a versenyzőktől, felkészülőktől, hogy mit tapasztalnak a felhasználás során, gondolok itt milyen az íze, milyen az állaga, oldhatósága, egy pörgető milyen hatással volt rájuk. Jobban ment az edzés, könnyebben. Ez nem azt jelenti, hogy regényt kellett írni, egy-két mondatban a tapasztalatokat várták, de nem csak a termékekről, hanem az edzésről is lehetett írni, vagy egy-két gondolatot, kinek jobb napja volt, rosszabb napja volt, súlyba esetleg mit tudott fejlődni a hetek során. Mint később kiderült, ennek a tesztnaplónak az is volt a funkciója, hogyha mondjuk adott esetben 2 hasonló jó fizikum került a verseny végére, akkor ez alapján a tapasztalatok is, hogy ki milyen rendszerességgel írt magáról vagy a termékekről, ez alapján könnyebben tudtak végső döntést hozni. A teszt előtt igazából az edzéseim nem voltak annyira intenzívek, kicsit ilyen szintentartás jelleggel csináltam ezt az egész dolgot, abszolút nem fogyasztottam táplálékkiegészítőt, ám azonban, hogy sikerült nyerni és elindulni, onnantól kezdve, hogy megkaptam ezt a csomagot, onnantól kezdve azt a mennyiségű tápkieget tudtam használni, amire igazából szükségem volt, komolyabban vettem az edzéseket, volt egyfajta versenyszellem, hogy tulajdonképpen 3 hetem van arra, hogy érdemben fejlődni tudjak, ott lesz egy fényképezkedés, és nyilván az volt a célom, hogy a következő fordulóba is bekerüljek, újra mehessek a következő 3. hétre, ott is megkapjak egy bizonyos mennyiségű táplálékcsomagot, és a következő 3. hétben is fejlődést tudjak mutatni. Az idei Megateszt 3 szakaszból fog állni, lesz egy 4 hetes, egy 6 hetes, és újra egy 6 hetes időszak. Ez azért is jó, hiszen hosszabb időszakot ölel fel, ezért sokkal nagyobb lesz a változás. 150 versenyző fog indulni, és minden egyes periódus végén feleződni fog a versenyzők száma. És fölmerül a kérdés, hogy hogy kerülök én itt a 2021-es Megatesztbe. Én és a SciTech team tagok fogjuk mentorálni a versenyzőket a teszt során, és mi fogjuk segíteni őket a pózok kivitelezésében és magában az egész folyamatban. Egy-két fontos tanáccsal, infóval fogjuk őket ellátni.